Nyolcadik alkalommal invitálták meg a székesfehérváriakat a Fekete-hegy szárazréti közösségi ház gasztroudvarának immár hagyományos rendezvényére, a Borsó Fesztiválra. A Székesfehérvári Kertbarát Egyesület találkozójára a hagyományokhoz hűen egyre kreatívabb ötletekkel érkeztek a csapatok. Mindenféle zöld borsós étel különlegesség rotyogott a bográcsokban. Összesen 14 csapat versenyzett egymással a külön díjakért és az értékes nyereményekért. Ez már a nyolcadik alkalom tulajdonképpen, amikor a szárazréti kertet kezdtük építeni, akkor akartunk egy paprikás krumplit főzni a munkásoknak, akik dolgoztunk, és mondtam, hogy én alföldi vagyok, mi borsó paprikást csinálunk, senki nem ismerte, megfőztem, és innen indult tulajdonképpen, hogy jaj, de jó ez a borsó paprikás, csináljunk valamit, hát kertbarátok vagyunk, nem lecs, vagy nem sonkát, meg ilyeneket főzünk, mi borsóból kezdjünk valamit, tehát innen indult, és ennek már 9 éve, mert közben volt szünet is. Átadták a Kincsesbánya Rákhegyi Közösségi Házat. Az épület megvásárlására és felújítására mintegy 45 millió forint támogatást kapott a község önkormányzata. Az épület az egyik legősibb ház a településen, amelyen évtizedek óta aktív a közösségi élet. A ház már a nyáron megtelik élettel, gyermek és felnőtt alkotótáborokat szerveznek, valamint helyi közösségek rendezvényeinek ad majd otthont. Kincsesbánya a Magyar Falu program révén eddig további közel 45 millió forint támogatáshoz jutott. Munkagépet, játszóteret, fitnessparkot, rendezvénysátrat, hangtechnikát vásároltak, és jelentős összeg jutott útfelújításra is. Gyopáros Alpár kormánybiztos szerint a falvak éltető ereje az összetartó közösség. Polgármester azt mondja, hogy kitalálta, hogy nem kitalálta, tudta, ők mindannyian tudták, hogy nincs egy olyan közösségi szintér, ahol a Rákhegyiek, ahol össze tudnának jönni, amit közösségi szintérként mindannyian tudnának használni, és meghallgatásra találta kérése, és kiírásra került egy olyan pályázat, amelyben ilyen elhagyott ingatlanokat, ilyen rossz állapotban lévő ingatlanokat vásárolhattak meg a települések, és ráadásul Kincsesbánya önkormányzata ennek a Rákhegyi közösségi térnek nem csak a megvásárlásához, hanem a felújításához is természetesen megkapta ezeket a forrásokat. Itt van a közösségi tér. Létezik Rákhegy közössége is. Én azt kívánom önöknek, hogy azon túl, hogy a Jóisten tartsa meg mindenjüket jó egészségben. Azt kívánom önöknek, hogy vigyázzanak erre a közösségre. Ünnepséget szerveztek az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karán végző hallgatók köszöntésére, melynek során a diákok végleg elköszöntek intézményüktől. Az esemény folyamán köszöntőt mondott Kovács Levente rektor, majd Lanszky Lóránt Valéta elnök megható búcsú beszéde következett, melyet szalagfelkötéssel zártak a fiatalok. A beszédeket követően szalamanderes, fáklyás felvonulást rendeztek a Geoinformatikai Intézet Pirosalma utcai épületétől egészen a bazilika előtti térig, ahol Cserpalkovics András polgármester búcsúztatta a végzősöket, majd jelképesen kirúgták a városból a hallgatókat. Önök egy nagyon különleges hivatást választottak, és önkormányzati vezetőként csak annyit tudok mondani, hogy erre a hivatásra egyre nagyobb szükség van. Sőt, azt is tudom mondani, hogy kifejezetten hiány van azokból, akik ezt a hivatást olyan szinten űzik, ahogy önök ezt megtanulták, elsajátították, és ezt űzni fogják pályaként, de a pálya vonatkozásában egy igazi, gyönyörű szakmaként. Selmeci ez a hagyomány, ezt tudjuk, és tanárúra nézek, akit, hogyha most ide engednénk a mikrofonhoz, akkor valószínűleg hosszú-hosszú órákon keresztül beszélne ezekről a hagyományokról. Nekem volt szerencsém, és önöknek is egészen biztos ezt meghallgatni. Legyenek erre tehát büszkék, hogy ez valonnan máshonnan jött ebbe az ősi városba, és talált itt gyökeret, és örülök annak, és mindig megköszönöm az Óbudai Egyetemnek, hogy fölvállalta ezt a hagyományt, sikerült közösen megmentenünk, és itthon tartunk ebben a városban. Nyílt napra várták az érdeklődőket a Székesfehérvári Balettszínház Kaszap István utcai székhelyén. A résztvevők egy rögtönzött balettgyakorlat keretében együtt táncolhattak a társulat táncművészeivel, majd lehetőségük nyílt egy kötetlen beszélgetésre a táncosokkal, balettmesterrel, koreográfussal. A társulat igazgatója szerint az ilyen alkalmak hidat képeznek a társulat és a közönség között, és egyben jó lehetőség arra, hogy betekinthessenek a kulisszák mögé. A cél pedig a közönségteremtés. Most már nagyon szép számmal gyarapszik a balett, illetve a kortárs táncszínház kedvelők tábora. Ez megmutatkozik a nyílt napokon is, illetve az egyes Vörösmarty Színházbeli előadásainkon, és hát azt szeretnénk elérni, hogy értő közönsége legyen a táncszínháznak. Az azt jelenti, hogy nem úgy kell érteni, mint a matematikát, hanem hogy megszeressék a táncszínházat, mert hogyha megszeretünk valamit, akkor abban a pillanatban érteni is fogjuk.
A Színházi Olimpia keretében Kecskemét, Balatonföldvár és Pécs után Székesfehérvárra is megérkezett Földes László Hobó azzal a műsorral, amelyben az utcazenélés misztériumát hozta vissza a köztudatba, és személyes érzéseit, gondolatait, különleges szakmai, emberi útját foglalta össze stílszerűen Hobó az utcán címmel. A közönség szeretete az első pillanattól kezdve tetten érhető volt, ami megerősítette. Hobó egy olyan világot tárt elénk, amelynek részese mindenki, boldogságban, bánatban, azzal a gondolattal társítva, hogy a közösség, az együttlét öröme mindannyiunké. Mivel én elég későn kezdtem az úgynevezett hivatásos pályafutásomat, és az utcáról jöttem, régen meg, amikor én fölnőttem, akkor még az utcán történt minden, vagy nekem jobb volt az utcán lenni, mint otthon. Én nagyon szeretem azt, amikor közel vagyok az emberekhez. Klubban szeretek a legjobban játszani, ezt nem hiszik el, hogy mekkora dolog, nem tudom, néhány előadást játszottam a Budapest Arénában nagyon nagy közönség előtt, de nem, az egy ünnep, én meg a hétköznapok embere vagyok.